Kárpát-medencei református lelkészek és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei polgármesterek köszöntötték egymást a nagydobosi futballpályán néhány nappal ezelőtt. A községben különleges mérkőzést rendeztek, lelkészekből és településvezetőkből összeállított válogatottak mérték össze futballtudásukat. Mi már Lipők Sándor barátommal nagyon régóta gondolkodunk azon, hogy a vármegyei polgármestereket összeszedni egy csapatba, hiszen nagyon sok olyan polgármester van itt, aki a polgármesterség előtt vagy alatt is a településén futballozott, tehát tett a vármegyei labdarúgásért, és úgy néz ki, hogy első alkalommal ugyan egy picit nehezen, de azért össze tudtunk annyian jönni, hogy egy ilyen mérkőzésen ki tudunk állni, és hát reméljük, hogy egy jó mérkőzést fogunk játszani. A polgármester válogatott tagjaként több alkalommal is veszélyeztette a lelkész válogatott kapuját Baracsi Endre. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés alelnöke a kezdő sípszó előtt azt hangsúlyozta. A mérkőzés üzenete elsősorban az, hogy visszaálljon a béke Ukrajnában, és ezzel a kárpátaljai magyarok újra biztonságban éljenek otthonaikban. Itt vagyunk közvetlenül ugye az ukrán határ mellett Nagydoboson, és hát azt hiszem, hogy ezzel a mérkőzéssel azt az egységet próbáljuk meg, illetve hát azt üzenjük a világnak, hogy valóban a békés egymás mellett élés, illetve az a magyar közösség, aki ott van Kárpátalján, a számunkra nagyon fontos, és hát a mai mérkőzésen, amellett, hogy azért sportolunk is egy jót, és valóban barátok közt vagyunk, azért mindenképpen szeretnénk ezt az üzenetet megerősíteni. A Kárpát-medencei református lelkész válogatott 2019-ben alakult. Évente több hasonló kezdeményezésű mérkőzést is játszanak, nemrégiben például a magyar parlamenti válogatott ellen léptek pályára. A csapat oszlopos tagja volt Kós Lórán Zsolt nagydobosi lelkész, aki utolsó mérkőzését játszotta, és sokat tett annak érdekében, hogy létrejöjjön ez az esemény. Azért Kárpát-medencei, mert ugye a külhoni magyar református lelkipásztorok is meg vannak szólítva, és a csapatnak hát szinte a fele külhoni református lelkipásztorokból áll. Most is van Déváról, Brassó mellől, Székelyföldről, akik érkeztek erre az alkalomra, illetve Délvidékről, Felvidékről, egyedül Kárpát-aljáról, de onnan is érkezett egy lelkipásztor testvérünk, mert ők nem hagyhatják el most a területet, tehát a válogatottnak azon tagjai nincsenek, és éppen ez a mottója a mai alkalomnak, hogy harc itt a nagydobosi focipályán a békéért. A békéért és Kárpátalja magyarságáért. A mérkőzés első gólját aranyosapáti polgármestere Kazsuk Csaba szerezte, a találkozó azonban végül a Kárpát-medencei református lelkész válogatott 4-2-es sikerével zárult.